A Kaposvár ellen eddig nem jutott sikerélmény a legmagasabb osztályban a nyíregyháziaknak, ezen akartak változtatni a legutóbbi fordulóban fintáik. Az első sorban Kastura Zsolt szerzett is egy csapatpontot, Mogyorósi Péter viszont pont nélkül maradt. A középső párban Finta Zoltán jobbnak bizonyult ellenfelénél, Ráski Jánost azonban legyőzte riválisa. Ekkor 2-2-re állt a találkozó, és a hazaiak 64 fával álltak jobban a kaposváriaknál. Úgy gondoltuk, hogy a zárósorban fellépő Hakkerszegő párosunk a vendégek két legjobb játékosával megmérkőzve, bizakodva egy-egy szettpontot el sikerül majd szednünk tőlük, és akkor egy 5-3-as győzelem van kilátásban. Azonban nem így gondolták a vendégek, és akkor elánnal kezdtek neki a mérkőzésnek, hogy a fél időre már le is dolgozták a hátrányukat, sőt már átvették a vezetést, és az utolsó 30 dobás előtt már meg is szerezték a saját csapatpontjaikat, és akkor látszott, hogy legjobb esetben is 4-4-re tudjuk menteni a mérkőzést, azonban már akkor futottunk az eredmény után, de hál' Istennek a Szegő Levente és a Hakkerdező párosunk mégis valahonnan előcsikalt egy kis pluszt a játékukból, akik egyébként nem játszottak rosszul, hozzáteszem, és sikerült megfordítani a állást, és azt lehet mondani, hogy a Hakkerdező kicsit lemaradva az utolsó néhány dobásban meg tudta fordítani a párharcot, és 7 fával csupán diadalmaskodni tudtunk, és így alakulhatott ki, hogy a két csapatpontunk mellé a többletfájjal járó 2 pontot is megszereztük, és a 4-4-es döntetlenre zárult ez a mérkőzés. A nyíregyháziak szombaton Szombathelyen a Vasasszonyfa ellen lépnek dobóállásba, és győzelmük esetén bebiztosítják a bennmaradást a Szuperligában. A Vasasszonyfát tavaly sikerült ott megvernünk 6-2 arányban, és idehaza mindkétszer diadalmaskodítottunk ellenük. Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzésre van mindenképpen kilátásunk. A Szlovenszki Tibor nélkül utazunk erre a találkozóra, de abszolút egy jó csapattal érkezünk, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy ponttal vagy pontokkal térjünk haza Nyíregyházára. Amennyiben sikerül diadalmaskodnunk, akkor a Vasasszonyfának már matematikai bemaradási esélye is azzal véget érnek, és számunkra pedig matematikailag már a biztos bemaradás is túl vagyunk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ponttal vagy pontokkal térünk el az a Nyíregyházára. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged áll 36 ponttal, megelőzve az egyaránt 35 pontos Répce-Lakott és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 12 pontjával a 9. helyen áll a 12 csapatos mezőnyben.